Bilinszky János. Egyenes labirintus. Milyen lesz ez a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben fák alatt megterített asztal, hol nincs első, és nincs utolsó vendég. Amennyitón Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója mondott köszöntőt. Kepenyes Pál élete során rengeteg megpróbáltatással nézett szembe. Az 1956-os forradalmat követően hazájától sok ezer kilométerre Mexikóban új életet kellett kezdenie, ahol aztán olyan megbecsülést érdemelt ki, melyet csak kevés honfitársunk mondhat el magáénak. Kepenyes Pálnak hosszú életet adott a Teremtő, melynek köszönhetően évtizedeken át alkothatott és vált az egyetemes képzőművészet kiemelkedő alakjává, úgy is hívták a szobrászat Picasso-jává. Nem ő volt az egyetlen hazai művész, aki külföldön élt és alkotott. Azok a művészek, akik ráadásul az életművüket nem az anyaországban teljesítették ki, hanem távoli kontinensen, egy másik kulturális közegben, és nem volt élő szoros kapcsolatuk a hazai művészeti közeggel, azok nagyon nehezen kanonizálhatók aztán utólag az életük után a honi művészeti közegben. Márpedig mégiscsak az a fontos nekünk, ami magyar, és ami a mi kultúránkat tette, vagy tehette volna gazdagabbá. A Kepenyesre szóló írásokban rendszeresen felemlegetik azokat a képzőművészeket, akik nagyjából egy időben hagyták el az országot Kepenyessel. De mondjuk nem mentek olyan messzire, mint ő, Mexikóba, ugye, ahol az életét tulajdonképpen leélte, hanem mondjuk Európában maradtak, vagy ha a tengeren túlra is kényszerültek, akkor az Egyesült Államokban egy jóval gazdagabb, jóval összetettebb magyar emigráns közegben azért úgy tudtak létezni, hogy adott esetben a kommunista rendszerrel való szembenállásuk ellenére is képesek voltak az agyországgal kapcsolatot tartani. Ahogy elhaladtam nem olyan régen a repülőtér fele, ugye megnéztem, mindig szembesülök az általam, amik én nagyon szeretett Pierre Székelynek, az a fantasztikus szobrával, ami biztos tudják, a Hungária körút után, nem is tudom, hogy hívják azt a kereszteződést, ott látható egy ilyen a Nagyvárad tér, köszönöm szépen, a Nagyvárad tér az egy halomszerűen kirakott kő talapzaton a jellegzetes Pierre Székely formanyelven megalkotott madara, hát ami tényleg nagyszerű. Az, hogy Pierre Székelynek a neve újra ismerté, vagy egyáltalán ismerté vált Magyarországon, az pont annak köszönhető, hogy időben köztéri alkotások megvalósítására kapott lehetőséget, illetve fölkérést. Vagy hát Vasarely, ugye, aki nem szobrász volt, de amikor én gyerek voltam, akkor is az általános osztálykínálások kötelező programja volt a Pécsi Vasarely Múzeumnak a meglátogatása. Tehát mi pontosan tudjuk azt, hogy kicsoda Vasarely és milyen fantasztikus életművet hagyott maga mögött. Hát Kepenyes ebből a szempontból sem volt szerencsés. Egy olyan emberről van szó, aki 1926-ban született Kondorosan, azért látunk itt mindenféle kondorosi dolgokat, reméljük, hogy a kondorosi csárdából finom ennivalókat is hoztak nekünk, bólogatnak a szervezők, hogy valami biztos lesz. Kondoroson született, az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen paraszti közegből, abból a módos paraszti világból, amelybe Kepenyes is beleszületett, valakit a művészet, ráadásul a művészetnek ezek az újutakat kereső irányzatai és formái olyan módon tudnak elragadni a két világháború közötti időszakban, mint hogy ezt Kepenyest elragadták. Ugye fölkerült Budapestre, az iparművészeti főiskolára, majd az iparművészeti főiskoláról ást tartolt a képzőművészetire, mert igazság szerint őt jobban vonzotta az autonóm alkotói munka, mint az iparművészetnek a szigorúbb keretrendszere, és hát nem is akárkinek vált a tanítványává, Ferenczy B. névé, aki, mint tudjuk, annak az időszaknak az egyik legnagyobb magyar szobrásza volt. Megyeri János a kiállítás kurátora is megosztotta gondolatait a nagyszerű alkotóról. Én egy találkozásra hívnám a megjelenteket.
Én amikor először találkoztam Kepenyes Pál munkásságával, műveivel, én előtte nem ismertem őt, mint ember, de a művein keresztül találkoztam vele. Amikor fölmerült a kérdés, hogy mi legyen a címennek a kiállításnak, rösztönösen jött, hogy a napfény szerelmes, és nem feltétlen azért, amit előttem szóló elmondtak, hogy Acapulcóba, a napfény városába élt el az életét, hanem azért, mert a művein keresztül azt üzente, és azt üzeni majd önöknek is, akik majd megszemlék ezeket az alkotásokat, hogy minden egyes alkotását átjárja a fény, átjárja a nap. Ezek durván megmunkált, nehéz fém alkotások, de mégis a szerkezetük úgy vannak összerakva, hogy a mozgásuk mellett nagyon sok mozgótárgy van, átjárja őket a fény, és átjárja az a szellemiség is, amit Kepenyes Pál talán üzenni akart nekünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok a Pilinszky versért, mert talán Kepenyes Pál legjobb jellemrajza az, amikor 56-ban elhagyja az országot, akkor egy Pilinszky kötettel és a Sztálin szobor egy darabjával megy el. Aztán akik a szocializmusban szocializálódtunk, azok tudják, hogy ezek milyen jelentéstartalma van ennek a gondolatnak.